kísérletünk során felhőt fogunk eregetni, tanterembe varázsoljuk a kint, a magasban is, olyan sokszor megcsodált felhőket. Először viszont beszéljük meg, hogy hol található víz. Ugye, mint ahogy azt nagyon jól látjuk, a föld gömb színei is megmutatja, nagyon nagy mennyiségű víz található a föld felszínén, tavakban, tengerekben, óceánokban, illetve a felszín alatt is. Résvíz, ásvány, résvíz, akár rétegvíz formájában. Ezen kívül jelentős még a légkörben lévő víz mennyisége is. Nézzük is meg, hogy hogyan kerül a levegőben a víz. Ugye a nap éltető ereje, illetve tároloktató hatása során a tengerek, óceánok, tavak, de akár a kisebb vízfolyások vize is elpárolog, amelyek, hogyha a légkörbe kerülnek, akkor felhővé alakulhatnak a felhőképződésünk, majd egy kicsit később. Természetesen, mivel itt körforgásról van szó, tudjuk, hogy a felhőképződés, a csapadékképződés egy nagyon összetett folyamat, mely során újra visszakerül a felszínre a víz, akár a felszín alá beszivárog, a növények, állatok, emberek és természetesen az ipar is felhasználja a vizet. A víz megóvása, a víz védelme mindannyiunk számára nagyon fontos feladat. Itt is látható néhány felhő, illetve a következő ábrán is. Ezeket a képeket én készítettem. A felhőket sokféleképpen csoportosíthatjuk. Akár magasság szerint és alacsony szintű, közép-magas, magas szintű felhőket különböztethetünk meg. Ennél talán sokkal érdekesebb a felhők alakja. A rétegfelhő, illetve a komoly felhő. Ezen a képen mind a kettő megfigyelhető. És hogyha már itt tartunk, akkor biztosan mindenki számára érdekes az a különleges jelenség, amit a repülőgépek mögött figyelhetünk meg, ugyanis a kondenscsík is egy felhő, amelynek mondjuk a kialakulását megbeszéljük. Nagyon egyszerű módon készíthetünk felhőt, illetve hát varázsolhatunk felhőt a tanteremben. Ehhez egy üres PET-palacra van szükségünk, csak vízre, és borsziszínűre, gyufával, valamint akár jó lenne nekünk a gyufa, de talán majd meglátjátok praktikusabb egy hurkapálca használata. Fantáziánkat megpróbáljuk most azért szinten elmélyíteni. Képzeljük el, hogy a palac tartalma az a légkört jelképezi. Ugye most légköri levegővel töltöm a palackot, de hangos, de sokáig végzem ezt a műveletet. Jó, tehát levegő került a palacba, illetve kis vizet is öntünk a palackunkba. A víz természetesen szabadon, csak legyünk volt a származik. Vízgőzzel terítem a palac tartalmát. A levegő mikor felemelkedik, az előző ábrán jobban volt látható, amikor felemelkedik, akkor lehűl 200 méterenként egy fokkal csökken a hőmérsékletet. És nem csak a hőmérséklete csökken, hanem a nyomása is. A levegő tehát vízgőzzel telítetté válik. Ha telítetté válik, eléri harmad pontját, és kicsapódik különböző szennyező anyagokon. Korom, por, csókistályok, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a vízgőztartalom kicsapódjon, és felhő eleme képződjen. Jelen esetben mi most a különböző úgynevezett kondenzációs magvakat korom segítségével fogom elérni. Meggyújtottam borsziszégő segítségével a hurkapálcámat. Hagyom egy kicsit tovább égni a hurkapálcát. A hurkapálca lángjára nem, de majd a füstjére szükségünk lesz. Ugye a palackunk vízgőzzel telített, most elfújom a jelöltöm a hurkapálcát, és a füstjét bele engedem a palacba. Érdemes a palackot elfordítani, majd utána nagyon gyorsan rátekerni a kupakot. Most a szégőmet eloltom. Jó, tehát most már a vízgőzzel telített palackunkban
szennyezőanyagok, kondenzációs napként szolgáló szennyezőanyagok is kerültek. Előbb említettem, hogy a vízállás is megváltozik a magasban. A nyomás különbséget én most a palac összenyomásával próbálom illusztrálni. Láthatjuk, hogy magas nyomáson szinte átlátszó a palackot, majd pedig alacsony nyomáson a vízgőz kondenzációs magvakra kicsapódva megfigyelhető. Magasabb légrétegekben, ugye a kicsapódó vízcseppekből felhő képződik, alacsonyabb légrétegekben pedig köd. Köd természetesen csökkenti a látótávolságot. Sokan az esetben beszélünk ködről, hogyha egy kilométer alá csökken a látótávolság, amúgy csak azt mondjuk, hogy párával dolgozunk párása a levegőn. A legérdekesebb részhez jutottunk, amikor kiengedjük nem a szellemet, jelen esetben a felhőt a palacból. Akkor lesz sikeres és eredményes a kísérletünk, ha mindezt nagyon óvatosan tesszük, és közben tekergetjük a palac száját. És megpróbáljuk szépen kiengedni a felhőnket. És itt azért nagyon jól látszik, hogy ez nem a füst, hanem az apró szennyeződéseken kicsapódó, azokon kiváló, és ugye a elvillanó felhő, amely különböző alakokat vesz fel. És minél nagyobb palackkal próbálkozunk, annál tovább jelenthetjük ezt a gyönyörű látványt. És a felhő magasba szállt. Hasonló jelenség figyelhető meg a repülőgépek után is, ugyanis ott is az égéstérben kicsapódó vízcseppek gyönyörű kondenzációs felhőket eredményeznek.